Gyűlölet helyett megértésre, részvétre és elfogadásra van szükség. Ez a küldetése a Matthew Shepard Alapítványnak, melyet Judy és Dennis Shepard hoztak létre fiúk Matthew emlékére. Matthew-t 1998-ban gyilkolták meg, csak azért, mert meleg volt. Az elkötelezett szülők által létrehozott alapítvány munkája olyannyira sikeres, hogy ennek köszönhetően írta alá Obama elnök 2009. októberében a Matthew Shepard törvényt, amely a gyűlölet bűncselekmények körét kiterjesztette a nemi hovatartozás és a szexuális irányultságokán elkövetett cselekmények körére is. Szeptember 12-e és 16-a között Judy és Dennis Shepard az amerikai nagykövetség támogatásával Magyarországra látogattak, ahol a budapesti és szegedi LMBT és emberi jogi szervezetekkel, a Karinti Frigyes gimnázium diákjaival, kormánytisztviselőkkel, valamint rendőrtisztekkel osztották meg tapasztalataikat. A 2002-ben készült The Matthew Shepard Story című film nyilvános, ingyenes vetítése előtt pedig a közönséggel is beszélgettek az elfogadás és a tolerancia fontosságáról.